Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe, jöjjenek az Arkének. Az elmúlt időszakban sokan kértétek tőlem, vagy itt a videó alá, vagy Facebookon üzenetben, hogy csináljak egy videót az Arkénekről újra, mert hogy ugye megváltoztak, és beszélgessünk akkor újra az Arkénekről. Nos, srácok, az igazság az, hogy annyit nem változtak, inkább csak az változott meg, hogy hol droppolnak, és ugye most már az árkéneken megszerezni az ejdalonoktól lehet, és ez lehet, hogy sokatokat megijeszt, hogy elmenjetek és megszerezzétek, de higgyétek el, hogy régen a raidek egy bizonyos szempontból nehezebbek voltak, mint maga az ejdalon harc, és úgy éreztük, legalábbis mi a klámon, aki gyakran raidez, úgy éreztük, hogy az újak nehézkesen, nagyon nehézkesen akarnak belefogni egy raidbe megtanulni, szóval úgy általánosabban elmondhatni, hogy a raid nehezebb volt, és az árkéneket csak ott lehetett megszerezni. És azt veszem észre, hogy most, hogy bejöttek az ejdolonok, játékosok egy kicsit bátrabbak és jobban merészkednek, kíváncsibbak rá. Na most ezért szépen át is helyezték az árkéneket oda, és mondhatni úgy, hogy három fajta árkénre lehet leosztani az árkéneket drop chance alapján. Van ugye a gyakori, a közepes gyakoriság és a ritka, és ezt a három fajta ejdolon dobja, ugye a Terrorist, Gondolist és Hydrolist. A Hydrolist dobja a legritkábbakat, mint például az Energize, most mondtam egy példát, de tényleg az egyik legritkább árkén. Amit még érdemes tudni róluk, hogyha szerzel árkéneket, nem mindegyiknek, de általánosan mindennek van értéke plotban, tehát el tudod őket adni. A gagyibakat természetesen, gagyibak relatíve, de a gagyibakat természetesen nem feltétlenül tudod eladni, de az értékesebbeket, mint például az ilyen közepes értékeket, mint a Strike Guardian, azokat el tudod adni platét, de mondjuk az Energize Barrier, ezeket mint olyan drágában tudod eladni platér. Teszem fel itt jelen pillanatban, amikor ez a videó készült, mint az Energize, sajnos az értéke csökkent, de még így is egy szettet talán egy jó 1000-1500 platé el lehet adni. Egy teljes szettet, 10 darabot. Mert hogy egy árkén szett 10 darabból áll. Az árkéneket fejleszteni a Foundry-ban tudjátok. Jobb alsó sarok, rákattintok árkének, rákattintasz egy árkénre és rámész, hogy upgrade for. Hogyha van több, illetve a megfelelő mennyiségű árkéned abból az adott cuccból, így aztán azt fel tudod fejleszteni tulajdonképpen egy 10-es szetre, és akkor megkapod a teljes bónuszt arra az adott árkére. Ne becsüljétek le az erőket, még akkor is, hogyha kevés százalékot láttok megvalósulni, így aztán érdemes őket felfejleszteni és berakni, mert hogy tényleg nagy segítségek tudnak lenni. Na most, mit kell még tudni az árkénekre? Semmilyen össze egy extra power boost, mondhatnánk úgy is. Egyszerű példák, Arcane Guardian extra armort ad, Arcane Strike extra kart sebességet ad, tehát konkrétan olyan, mint a Berserker vagy a Fury, az Arcane Strike. Jól tud együttműködni a Fury-val meg a Berserkerrel együtt, egy kicsit érdekes. Akkor Arcane Barrier, hogyha meglőnek, akkor feltölti a shieldelet. A lényeg az, hogy minden árkének egy feltétele van ahhoz, hogy működésbe lépjen. Mint például a Guardian és a Barriernél meg kell sérülj azért, hogy bizonyos számú eséllyel megkapd azt a bónuszt. Akkor az Arcane Energize például fel kell vegyél egy energia gömböt azért, hogy egy bizonyos eséllyel feltöltse instant az energiádat neked és a társainak. Az Arcane Strike szintúgy kritikusat kell üssél a kardoddal ahhoz, hogy bekapcsoljon valamennyi eséllyel, és még gyorsabban kezdjél el a Arcane Ultimátum. Az, ha jól tudom, az fegyver, másodlagos fegyver sebzést ad, Arcane Awakening, kritikus másodlagos fegyver, kritikus sebzés esetén a másodlagos fegyverednek megnöveli a sebzését, Arcane Nullifier megvéd a 80% eséllyel megvéd a magnetikus sebzéstől, szóval sok-sok-sok fajta Arcane létezik, és az ötletük igazából még nagyon régi a Warframe történetében léteztek úgynevezett játékban, még mindig benn vannak, csak ritkák és ritkán lehet megszerezni, és elég drágák, és úgynevezett Arcane helmetek. Ezt valamikor még a Warframe
második éve körül jöttek be az Arcane helmetek, és ki egyes karakterekre, mint a Loki, Rhino, Excalibur, meg ilyen csak egy helmet volt, ilyen Arcane extrával benne, és némi extra dolgot adott, kurva drágák voltak. Tehát Arcane Excalibur, Pendragon, ha jól emlékszem, az például extra damage-et adott a Excaliburnak, ami nagyon nagy szó volt akkoriban, a Rhino-nak extra sebességet adott, és a Rhino az egyik leggyorsabb karakterré vált. Szóval, és az Arcane maguk, az Arcane ötletek ingyen jöttek, aztán behozták a raideket, és kitalálták az új Arcane-eket, így aztán az Arcane helmeteknek a értéke le is csökkent némivel, el is tűntek, aztán megmaradtak egy ilyen stabil 350-400 platos áron, attól függ, hogy melyik Arcane Hellkerről beszélünk. Egy igazi, hogy is mondjam, kuriózum lett mostanra, hogyha van valakinek egy Arcane helmete, egy eredeti Arcane helmete. Jó magamnak is volt Excaliburra is, Rhino-ra is. Aztán eladtam őket. Tehát azzal, hogy bejöttek az Arcane-ek, eléggé megváltozott a játék, azzal, hogy hozzáadhatunk kettő darab Arcane-t a Warframe-ekhez, eléggé megváltoztatni, és ötször már nem volt szükség ezekre az Arcane helmetekre, de hogyha például megszerzel egy ilyen Arcane helmetet, tegyük fel az Excalibur-ra megszerzed a Pendragont, ha jól tudom, Pendragon van, nem is emlékszem, a Pendragon helmet volt, igen. Ha megszerzed hozzá, és még kiegészíted a Warframe-et kettő Arcane-nel, tehát a Pendragon helmet, Arcane Pendragon damage boostot ad, tegyük fel, raksz bele egy Arcane Guardian-t, kettőt, vagy egy Arcane Strike-ot, tehát három Arcane-ed lesz egy Warframe-be. Igen, csak OP lesz ez, fuck, az a bizonyos Warframe, hogyha itt tartunk. Persze, az Arcane Pendragon talán 400 plat körül mozoghat mostanra kb. Szóval megére próbált. Tehát én is akkor megszereztem, megettem, kijátszottam, azt eladtam. Tehát igazából óriási szükség nincs rá, de OP, az OP érzetet megadja teljes mértékben. Na most, ha tudni szeretnétek, hogy mennyi esélye, vagy ki, hogy hány, merre, hány, meddig droppolja, melyik egy dolog mit droppol, ahhoz beírjátok nagyon egyszerűen Google-be, hogy Warframe Arcane Drops, és akkor van, léteznek már ilyen képek, meg térképek azt, hogy melyik Eidolon, melyik Arcane dobja, és akkor tudni fogjátok, hogy meddig kell elmenjetek azzal, és kit kell megöljetek azért, hogy megszerezzétek az Arcane-eket. Ezen felül még az Arcane-eket a Tenóba is tehetsz, kettőt ugyanúgy, de kifejezetten Tenó Arcane-eket, és egyet a Tenó fegyveredbe tehetsz, kifejezetten Tenó fegyver Arcane-t, amiről szintúgy beszéltem a Cetus Guide videómba, szóval ott azt keressétek fel, azt a videót, ott megtudhatjátok, hogy Mihály merre meddig ezzel kapcsolatban. Így aztán egy teljes képet alkotva az ennyi Arcane-nel együtt, hogy is mondjam, elég erősek lesztek ahhoz, hogy igazán helytálljatok akár endgame-ben is. A másik dolog az, hogy az Arcane-ek, amelyek a Warframe-ek kellenek, nem egy nagy és óriási szükség, hogy őszinte legyek, tehát túl tudsz élni nélkülük is. Egyesek természetesen megadják azt a kellemes boostot, amire szükséged van, az extra egy-két pillanatban, és ez tök jó, hogy ott van, de ha nincsen, akkor nincs pánik, hogy őszinte legyek. Viszont a Tenó Arcane-ekre úgy gondolom, hogy jelen pillanatban még a Warframe-ben igenis nagy szükség van, úgyhogy arra érdemes igazán ráfeküdni. A pozitívum az egészben, hogyha ráfekszel arra, hogy Tenó Arcane-eket szedjél ki és fejleszd a Tenódat erősebbre, az automatikusan vonni fogja magával a normális Arcane-eket is. Mert ahhoz, hogy Tenókat fejlesz fel és Tenó Arcane-eket szedjél ki, ahhoz Eidolont kell vadászni, és hogyha már Eidolont vadászol, akkor miért ne vadászd mind a hármat, azért, hogy megkapd azokat a bizonyos Arcane-eket. Szóval a kettő így húzza maga után, egyik húzza maga után a másikat, úgyhogy nem nagyon tudod elkerülni, és ennyit mondok, hogy a Tenóba érdemes fektetni, érdemes Arcane-eket, mert ha bejön a Vénusz, akkor amire bejön a Vénusz, nyílt terepe, addigra legalább a Tenód valamilyen szinten legyen erős, hogy ott egy kicsit könnyedebben tudjál helytállni. Hogy melyik Warframe-ben, melyik Arcane való, az
igazából személyes játék stílus nek a következménye. Persze egy-két Warframe-ben meg jó, ha van az a bizonyos fajta árkén. Mit tudom én? Például az energia éhesebb Warframe-ekben, mint például egy Sarin, egy nem tudom, mostanában bejött Zephyr Prime, amiről a későbbi videóban fogunk beszélgetni, ahhoz például jó az Energize, a kardozósakban egy Guardian, vagy egy Barrier, vagy egy Strike, szóval igazán lejön személyes játék stílusra. Például én néha Excaliburban úgynevezett Trickerit használok, mert az Finisherre láthatatlanságot ad, és az olyan móka, hogy Excaliburral láthatatlanba mászkálsz. Szóval, ja, nagyjából. Ezek lennének az árkének, érdemes belemerülni, egy kicsit nem nehezek, és most már nem olyan nehéz megszerezni sem őket, és az extra bónusz, amit adnak, az azért nem jön rosszul azon a küldetésen. Srácok, remélem hasznos volt a videó, remélem tudtam segíteni, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, Discord szerverünk eme videó leírásában, bárki használhatja. Egészséggel, ha kérdésétek vannak továbbiakban, itt a videóban vagy Facebookon megtaláltok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!